A hideg, nyírkos idő beköszöntével nagyon fontos tudatosan figyelni az egészségünkre. Immunrendszerünk megfelelő állapota azonban biztosíték lehet arra, hogy betegség nélkül tudjuk átviselni a fázós, sötét, hideg hónapokat. A nyárhoz hasonlóan ősszel is zöldségek és gyümölcsök gazdag választékát kínálják a termelők, melyek a hazai étkezési hagyományoknak tökéletesen megfelelnek. Szervezetünket bőségesen feltölthetjük a szükséges vitaminok és ásványi anyagok összességével, melyek jó szolgálatot tesznek a szűkülő téli kínálat idejére is. Déri Károly háziorvos szerint ez a legfontosabb, amit megtehetünk ezekben a hónapokban immunrendszerünk védelméért. Ezek a csodaszerek, amiket lehet kapni úton, útfélen, interneten, akár még patikákban, immunerősítő címen, semmit, de semmit, de semmit sem érnek. Amiben tudjuk a szervezetünket ellenállását egy kicsit erősíteni, a rengeteg vitaminfogyasztás, amit a természetes étrendünk kialakításával tökéletesen meg tudunk oldani. A vitaminok masszív fogyasztása sem ér semmit, a szervezet, megint azt mondom, okosan van kitalálva, csak azt az icipicit használja el, amire éppen szüksége van. A háziorvos hozzátette, a rendszeres mozgás is bizonyítottan immunerősítő hatással bír. Akik hetente legalább 3-4 alkalommal sportolnak, sokkal nagyobb valószínűséggel maradnak egészségesek a téli időszakban is. Az egészség megőrzés azért is fontos, mert a felső légúti megbetegedések már megjelentek a városban, influenza szezon azonban még nincs.